Az elmúlt szombaton az UVSE együttese bizonyult jobbnak az OB1-es férfi vízilabda bajnokságban, a Tigracetefegerrel szemben, az őszi találkozóval ellenben. Akkor ugyanis városunk csapata 11-8-ra győzött az Újpest vendégeként. Most pedig a bajnokság 23. fordulójában az Eger látta a vendégül az UVSE-t. A házigazdákat ezúttal is Bíros Péter, az Egri Vízilabda Klub szakmai igazgatója irányította, Petrovai Márton vezetőedző betegsége miatt. Igaz, a fehér sapkás hazai együttes indította a gólgyártást a Bicskei úszodában, bár csak 3 perccel a kezdés után, az első negyedet 3-1-re sikerült megnyerniük. A második játékrészben azonban az UVSE hamar utolérte őket. Nem sokkal később ugyanis már 4-3 volt az állás a vendégek javára, végül így 2 gól előnnyel zárta a második negyedet az Újpest. Fordulás után 4 percet kellett várni az első találatra, ekkor a vendégek növelték tovább előnyüket, 8-5-ös UVSE vezetést mutatott az eredményjelző. Csak ezt követően tudta ledolgozni hátrányát az Eger, a 3. játékrész utolsó 100. másodpercében lőtt góllal. Azonban ez sem volt elég ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a házigazda a vendégekkel. Végül 13-9-re az UVSE nyerte a Bicskei úszodában. Ezzel így az Újpest 23 mérkőzés után jelenleg a 7., míg az Eger a 6. helyen áll 11 győzelemmel, 4 döntetlennel és 8 vereséggel. A tervek szerint az OB1-es férfi vízilabda bajnokság alapszakaszából még 7 mérkőzés vár városunk csapatára, így a következő találkozón a vasas vendégei lesznek az egriek március 31-én szerdán.